megelégedéssel nyugtázta, hogy több mint fél évszázados vita után végre megoldódhat a külhoni magyarok kettős állampolgárságának a kérdése. Várható ugyanis, hogy napokon belül kihal az utolsó külhoni magyar is, így a kettős állampolgárság problémája végleg lekerülhet a parlament napirendjéről. A miniszterelnök szerint minden nagy megkönnyebbülést jelent Magyarország még meglevő 16 ezer magyar lakosa számára. És mielőtt mi is lehúznánk a levőit, hallgassák meg a Vénához fűződő dalt, amelynek címe. Történt pedig le mindez akkor, amikor Hajnási Péter és Hajnási Pál kettős állampolgárságot kért. Nagyobb mester, körben testen, a kínai kuli, mint a kisebb magyar testvér a határon túli. Mert a magyar kis testvér állampolgárságonként a mindjanús és meglódul a testvéri kényszerrel. Kérlek, hogy majd őkkel eltartsanak engem. Hajnási Péter, Hajnási Pál, nem leszel kettős állampolgár. Ne búcsulj Hajnás, mert te egy garas sem ér. Jó vagy, mint adsz, de nem vagy jó akkor, ha kérsz. Hajnási Péter, Hajnási Pál, nem leszel magyar állampolgár. Verhetnek hagyva bőve, lukhatnak az ágyó csőbe, nem kell senkinek se vár. Azért köztünk harag nincsen, Ákos szót ne szóljunk. Legyen boruk, lágy kenyerünk, sok-sok eurójunk. S ha majd meg lesz mindenük, tán megnyílik a szemük. Belátják, hogy van a kincsnél nagyon érték s élvezett, s igaz testvért Júdás pénzen venni nem vehet. Hajnási Péter, Hajnási Pál, nem leszel kettős állampolgár. Ne búsulj, Hajnás, mert te egy darab sem érsz. Jó vagy!